fia. Golgotán még áll a kereszt, jöjj te is, hisz Isten téged is szeret. Bűneit ő elhordja, s vérével tisztára mos ma. Bűneink ő hordja, Jézus, Isten fia. Golgotán ott állt a kereszt, az éle szán a kárpit megrepett. Bűneink terhét hordja, Jézus, Isten fia. Thank you. És csak így gondoljunk arra, hogy Jézus azon az éjszakán, amikor elárultatott, Jesus on the night when he was betrayed, akkor ugye a tanítványokkal volt, és 1 Korintus 11:24-ben. And he was with the disciples and in 1 Corinthians 11:24. Hozzájuk fordult. He turned to them. És hálákat adván megtörte, és ezt mondotta. And when he had given thanks, he broke it and said. Fölvett egy darab kenyeret, megtörte. He took a piece of bread, mondotta, he broke it, and this is what vegyétek, he said. Egyétek. Take, eat. Ez az én testem. This is my body. Mely ti éretetek, megtöretik. Which is broken for you. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. This do in remembrance of me. És hogy az első az, hogy hálákat adván. Tehát az, hogy az elárultatása előtt that he had given thanks, hálát adott, just before hálát he adott was betrayed, az atyának, hálát adott Istennek. He gave thanks to the Father, he gave thanks to God. Mert látta őt, mert ismerte őt. Because he saw him, he knew him. Mert tudta, hogy ő dicsőséges. That he is glorious. Tudta, hogy ő szent. He knew he tudta, is hogy holy. Ő tökéletes. He knew he is perfect. És tudta, hogy nincs jobb az ő akaratánál. And he knew that there is nothing és Jézus szíve végig az volt, hogy igen, atyám. And the heart of Christ was all the way that yes, Lord. Igen, yes, atyám. Father. És azt mondta a tanítványoknak, hogy vegyétek és egyétek. And he told the disciples to take és ez azt jelenti, hogy fogadjátok el, fogadjátok be. Receive, megmutatom nektek, mi fog most történni. I show you what's gonna happen now. Az a szeretet, ami köztem és az atya között van. The love that's between me ez ketté and the fog father, törni, mint ez a kenyér. It's gonna be broken just like this bread. El leszünk választva. We're gonna be separated. És ez mind értetek van. And this is all for you. És hogy ezt egyétek, ezt vegyétek, fogadjátok be, gondolkozzatok rajta. Ha csak így tudjuk nektek azt adni, amire szükségetek van, hogy meg kell töretni, ki kell fizetni az árat, azért, hogy ti együtt so lehessetek, you could be hogy together, mi együtt lehessünk, we could be together. És hogy itt megfizettetik ez az ár, and és Jézus megfizette ezt az árat. Jesus has paid. Erre emlékezünk. This and this is what we remember now. És hogy vegyük a kenyeret, so let's take the bread, hálákat adván a szívünkben. Giving thanks in our hearts. És 1 Korintus 11:25-ben and then 1 Corinthians 11:25 hasonlatosképpen a pohárt is vette. After the same manner also he took the cup. Minek utána vacsorált volna, ezt mondván. When he had supped, saying, a poháram az új testamentum. This cup is the new testament. Az én vérem által. In my blood. Ezt cselekedjétek. This do ye. Valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. As often as ye drink it in remembrance of me. És csak emlékezzünk a Frigy ládára. Let's just remember hogy the ark. Körülbelül 2 centi vastag színarany teteje a Frigy ládának is kevés volt.
that the gold cover of the ark, which was maybe like 2 centimeters, even that was not enough for covering our sins. A vérrel való meghintésre. So it had to be sprinkled by the blood. Szükségünk van erre a drága vérre. We need this precious blood. Hogyha ránk néz Isten, akkor when Jézus God lássa. Us, that he would see Jesus, az ő dicsőségét, his glory, az ő cselekedeteit lássa. And his deeds. És elfelejtse örökre a háta mögé. And dobja. He would tenger mélyére vesse. Forever cast into the depth of the sea. És ez történt. Eltöröltetett az összes bűn. Ott a kereszten elhordoztatott az összes betegség. Minden nehézség fölött diadalmat nyert Jézus. És csak azt mondja, hogy fogadjátok ezt el. Ne akarj te megbírkózni nehézségekkel. Ne akarj te harcolni. Fogadd el, hogy én harcoltam már és győztem. Fogadd el az én győzelmemet. Még ha nem is ezt látod ezen a kereszten, de ez a győzelem helye. Gyere, legyél győztes. So come and be a victor. Gyere az ígéret földjére. Itt a diadal. Come to the promised land, because here you find conquering. És csak köszönjük neked, Jézus. So thank you, te Jesus. Diadalmat vettél. Thank you for your victory, triumph. És többé bűn. And there is no more sin. Nem kell, hogy bűntudatban éljünk. We don't have to live in guilt. Hanem mehetünk a szentek szentjébe. But we can go into the holy of holies. Mehetünk a te veled való közösségbe. We can have fellowship bármikor, with you at any time. At any time. És hogy adjunk hálát és so let's give thanks and let's take the cup. Urunk, csak köszönjük neked. Thank you, ami Lord, történt ott a kereszten. For everything that happened on the cross. Köszönjük, hogy ez egy hihetetlen fordulópont. Ez a menny és a föld találkozása. This was the meeting of heaven and earth. Hogy te ott kiábrázoltad a te jellemedet, nevedet, a végtelen szeretetedet. There you showed your infinite love. Köszönjük, hogy képessé tettél minket your glory. Elfogadni. And thank you that you made us able to receive. És csak ad, hogy mindig elfogadni akarjunk. And Lord, elfogadni, just help elfogadni. Us always want to listen, tágítsd a to szívünket, receive, tágítsd a teret, Uram. Just broaden tegyél our elfogadóvá minket. And make us receivers. Vegyük és együk that we would a te ígédet, and a te eat your word, your truth, a te kegyelmedet. And your grace. Jézusban, in Jézus által. By Jesus. És a téged dicsőít, és a te dicsőséged. That we would magnify you and glorify you. És azt mondtad, amikor Mózes mondta, hogy mutasd meg, Uram, a te dicsőségedet. And when Moses asked you to show him your glory, you said that there is a kősziklán place by you in the cleft, and you hit him in the cleft. Csak Jézusban láthatjuk a te dicsőséget. And only in Jesus can we see your glory. És köszönjük. And thank you. Köszönjük, hogy láthatjuk. Thank you that we can see. Drága nevedben. In your precious name. Amen. És csak így imádkozzunk a felajánlásért. And let's pray for the offering. Hogyha itt új vagy, akkor ez talán nem vonatkozik értelemszerűen, de akik tagjai vagyunk ennek a drága testnek, who are members of this precious mi adhatunk body, a szívünk szerint. We can give according to our hearts. És csak egy rövid gondolat, Dunaújvárosban egyszer once in Dunaújváros, probléma volt a költségekkel. Pici gyülekezet volt. It was a small church. És nem volt annyi pénz, hogy fizethessük a bérleti díjat. And we didn't have enough money to pay the rent. És csak így összedugtuk néhányan a fejünket, hogy mit csináljunk. Some of us just started thinking about what to do. Egy emberileg mit csináljunk. Just humanly speaking, what to do. Beszéljük rá tesókat, hogy adjanak többet, hogy mit csináljunk. Should we try to persuade the brethren to give more, és jött egy nagyon bölcs gondolat. And then a very wise thought came. És imádkoztunk. And we prayed. És oda mentünk a kereszthez, Jézus lábához, és azt mondtuk, the feet hogy Uram, of Jesus, and we said, Lord, ez a te gyülekezeted. This is your church. Kérünk téged, hogy gondoskodj róla. So we ask you to provide for us. És hogy így 2 héten belül helyreállt and minden, és azóta is rendben weeks, van. Everything got all right, and de itt nem it's erről like van szó, hála Istennek. But thank God, here it's not the case. Itt a másik oldalról van szó.
This is the other side. Hálát adhatunk azért, hogy adakozó gyülekezet vagytok. We can give vagyunk. Thanks that we are a giving church. Hálátlan is tudom, hogy a pásztorunknak is a szíve nagyon hálás ezért. And I know that our pastor's heart is very thankful for és that. És csak köszönjük meg Jézusnak, thank hogy ezt annyiszor thank for Jesus. És olyan mélyen a szívünkre helyezi. So many times and so deeply he puts this on our hearts and let's give with these thoughts. Urunk, hálát adunk azért, hogy adhatunk. Lord, we give you thanks that we can give. És mindenünk tőled van. Everything we have is from you. És csak hálás szívvel adjuk neked vissza, sokasíts meg, kérünk téged, és használd a te bölcsességed szerint, használd, Uram, a mi javunkra, használd, Uram, a te akaratod szerint, hogy áldásunk legyen, és hogy megdicsőítessél ebben is. A drága nevedben kértük ezt, Jézus. Amen. Ismeri régről vagy tőlem, akkor csak nyugodtan majd énekeltek meg. Jó reggelt kívánok mindannyiótoknak. Good morning to all of you. És valójában nagyon-nagyon hálás vagyok. And I'm very thankful. Azért a közösségért, ami van nekünk. For the fellowship we have. Ebben a kenyérben és a szőlőlében. In this bread and wine. Hogy így Krisztus testében egyek vagyunk. As we are one in the body of Christ. És meg vagyunk tisztítva. We are cleansed. Az Úr Jézusnak a vére által. By the blood of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Meg vagyunk tisztítva. We are cleansed. A 2 Korintus 2-ből szeretnék egy pár verset olvasni. We are going to read a couple of verses. Apropó, jöttök Kaposvárra?
By the way, are you coming to Kaposvár? Nehogy valaki elfelejtsen regisztrálni. Don't forget to register. Na csak azt vesz észre, hogy augusztus közepe van, és hoppol is a kaposvári konferencia. Then you just realize it's the middle of August and where is the conference? Nagyon várunk benneteket, jó? We are expecting you greatly. Jöttök? Are you coming? Nagyon jöttök. You're really coming. Hol is fogunk olvasni? So where are we going to read? Ki tudja? Who knows? 2 Korintus. Egyből, Corinthians 1. Imádkozzunk. Let's pray. Atyán, köszönjük neked ezt a gyönyörű reggelt. Father, thank you for this beautiful morning. Köszönjük neked ezt a gyönyörű Bibliát. Thank you for this beautiful Bible. Az ámulatos ígéreteidet. Your marvelous promises. Köszönjük neked ezt a gyönyörű gyülekezetet. Thank you for this beautiful church. És a közösséget, and the fellowship, amit adtál nekünk. That you have given to us. És köszönjük a szeretetet, and thank you for your love, amivel szeretsz minket, by which you love us, és amivel szerethetjük egymást, and by which we can love each other. Kérjük, hogy szeretgess meg bennünket ma reggel. And we ask you, Lord, to love us up this morning. Bátoríts bennünket. Encourage us, Lord. Emelj bennünket. Lift us up. Vigasztalj bennünket. Comfort us. Mert szükségünk van rád. Because we need you, Lord. Minden egyes nap. Every single day. Amíg csak élünk. As long as we live. És aztán örökre. And then forever. Rád van szükségünk. You are the one we need. Mindenben. In everything. Minden helyzetünkben. Every situation. Minden bajunkban. Every trouble. De minden örömünkben. And in every joy. Rád van szükségünk. You are the one we need, Lord. Emeld fel a szemünket ma. Please lift us up, lift our eyes up, Lord, that we would see you. Lássunk téged. That we would see you, Lord. Ki vagy te nekünk. Who you are to us. Amen. Amen. 2 Korintus 1-ből. 2 Corinthians 1. Valójában a 2-től a 12. versig. Verses 2-12. Gondolkodni együtt. We are going to think about. De a másodiktól a negyedik versig szeretném most felolvasni. But I'd like to read it to you from verses 2-4. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott az Isten, a mi Úrunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amelyel az Isten vigasztal minket. Grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort, who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. És itt, hogy Pál beszél a korintusiaknak. And here as Paul is talking to the Corinthians. Elmond Istenről nagyon fontos dolgokat. He tells them very important things about God. És ebben a szakaszban, amiről most beszélünk. And in this portion we are talking about now. Elmond egy nagyon fontos dolgot Istenről. He shares with them a very important thing azt, about Isten God. A vigasztalásnak a forrása. That God is the source of comfort. Minden helyzetünkben. In every situation we are in. Minden nyomorúságunkban, minden bajunkban. In all our tribulation and trouble. Úgyhogy Isten. So God. A mi vigasztalásunk. Is our comfort. Annyira fontos igazán ismernünk Istent. It's so important for us to know Him. És azt mondja itt Pál. And Paul says it here. Hogy mielőtt bármiről beszélnék nektek. Before I talk to you about anything. El szeretném nektek mondani, hogy ki Isten. I want to tell you who God is. Tudjátok azt, hogy mire van leginkább szükségetek? Do you know what you need the most? És itt a második versben elmondja. And here in verse 2 he says. Leginkább amire szükségetek van, az a kegyelem és a békesség. What you need the most is grace and peace. És azt hiszem, így vagyunk mindannyian, nem? And this annyira is the szükségünk same with all van of us. Isten kegyelmére. We need the annyira the grace szükségünk of God van Isten so szeretetére. We need the love of God so és arra, hogy békesség legyen a szívünkben. And we need to have peace in itt our élünk ebben a világban. Here we live in this és world. Olyan zaj jön ebből a világból. And there is such noise coming from this world. Van ebben a világban. There is so annyi much turmoil, van so much confusion in this world. Bent élünk hétfőtől vasárnapig. And we live in this from Monday hiszem, to Sunday. Annyira szükségünk van erre. And we need it so much. Békességet találjunk that we would a szívünkben. Find peace in our hearts. Lehet, hogy ebben a világban nem fogunk békességet találni. We may not find peace in this world. Mindaddig, amíg el nem jön az ő királysága. As long as his kingdom comes.
De ez a nagyszerű hívőként, great thing for us hogy egy békétlen világban lehet békesség a szívemben. In this troubled world, I can have peace egy in my kegyetlen heart. Világban in a cruel world, kegyelmet tapasztalhatok meg a szívemben. I can experience grace egy in világban, my heart. Ami annyira nélkülözi a szeretetet. In a world which lacks love so much. Megtapasztalhatom a szeretetet. I can experience love. És megtanulhatom a szeretetet. And I can learn love. Úgyhogy azt mondja, tudjátok, mire van leginkább szükségetek? He says, do you know what you need the most? Kegyelemre és békességre. Grace and peace. És tudjátok, hogy honnan jön a kegyelem és a békesség? Do you know where grace and peace are coming from? És egy forrása van. They have one source. És ez Isten. And this is God. Ő a minden kegyelem Istene. He's the God of all grace. Ő a békességnek a fejedelme. He's the Prince of Peace. És ő a minden vigasztalásnak az Istene. And he is the God of all comfort. A szó a vigasztalásról. The word for comfort. Az azt is jelenti a görögben, hogy bátorítás. Also means encouragement. Buzdítás. And és ez amire, oké, okay, ez amire szükségünk and van, hogy Isten bátorítson and this is what we need, that God would encourage us. És jó Istent így ismerni. And it's great to know God this hogy way. Hogy ő mindig úgy szól hozzánk, that he always talks to us in such a way, és úgy mutatja meg magát, and he shows himself to us in ahogy such a way, szükségünk van rá. That we actually need him at the moment. Isten nagyon különbözőképpen ismerhetjük meg az életünkben. We can get to know God in very different ways Isten in our lives. Isten sokféleképpen látogat meg bennünket. God visits us in many different ways. És ez jó, nem? Ez and it's élő good, Isten. Isn't it? He is meglátogatja a szövéit. And he visits us. Megmutatja magát nekik. And he reveals himself to us. Ahogy meglátogatta a történelemben as az ő embereit. Has visited during history his people. Meglátogatta egyszer Ábrahámot. Once he visited Abraham. Gyere ki Úr városából. Come out of the city of Ur. Ahogy meglátogatta Mózes, or he visited Moses, Dávidot. Noah, David. Meglátogat Isten bennünket is. Does God visit us? Hála Istennek, mi az ő népe God. Vagyunk, we mi az ő people. Emberei vagyunk. We are his people. Ugyanannyira szeret bennünket, mint Dávidot, and he loves us just as much as he loved David or ugyanannyira Moses. Fontosak vagyunk a számára. We are just as important for him. Igen. Are amen. We? Így yes, van. We Isten are. Meglátogat bennünket. God visits us. És szól hozzá. And he speaks to us. És megmutatja magát. And he reveals himself to és us. Ő tudja azt igazán, hogy mire van szükségünk. And he is the one who really és hogy knows milyen what vigasztalásra we need. Van szükségünk. And what kind of comfort we need. És azt akarja, hogy megismerjük őt. And he wants us to know him. És ennek olyan gyakorlati következményei and vannak. And it has such practical consequences. Csak gondoljunk Mózesre. Let's just think of Moses. Ott van a pusztában. There he is in the wilderness. 80 éves. He's 80 years old. Legelteti a bárányokat. And he's tending his sheep. És nagyon el van bátortalanodva. And he's very discouraged. És nagyon el van bizonytalanodva. And he's insecure. El van bizonytalanodva magában. He's insecure about himself. És igazán Istenben is. And actually about God as well. 80 éves vagyok. I'm 80 years old. Eljárt felettem az élet. My life is almost gone. És várom a halált. And I'm waiting for death. Ennyi volt. That's it. El vagyok bizonytalanodva. And I'm insecure. Néha mi is így vagyunk. At times it happens to us as well. We are insecure. Isten tud-e bennünket használni? Can God use us? Akar-e? Does he want to use us? Az élet felettünk? Or our life is over? De Isten but God tudta, hogy mire van szüksége Mózesnek. Knew what Moses needed. Úgyhogy eljött egy nap. So one day he came. Amikor Isten meglátogatta Mózest. And he visited Moses. És aztán megjelent neki. And then he appeared to him. Egy égő csipkebokorban. In a burning bush. És égett a tűz. And the fire was burning. Égett. It was burning. És aztán nem aludt ki. And it wasn't quenched. És Isten megmutatta magát Mózesnek. And God revealed himself to Moses. Látod Mózes? Can you see Moses? Ilyen az én szeretetem irántad. This is my love like for hogy you. Csak ég és it's ég. Just burning and burning. És soha nem alszik el. And it's never quenched. Látod Mózes? Can you see Moses? Ilyen az én hűségem this irántad. Is my faithfulness towards csak you. Ég it's és just ég. Burning and burning. És soha nem alszik el. And it's el. Never quenched. És így mutatta meg magát and Isten. This is the way he showed himself to him. Aztán Mózes. And then Moses. Nek ott volt a kérdése. Had his question. De ki vagyok én? But who am I? És aztán sokszor mi is így vagyunk, nem? Ki and vagyok many én? Times we are just like mire that. Vagyok who én am használható? What I'm useful for? Ki vagyok én? Who am I? Nem tudom. I don't know. És Isten válaszol. And God answers.
És nem úgy válaszol, amit talán várnánk. But maybe he doesn't answer in a way we would expect. Hát mondhatta volna. Because he could have said. Mózes, hát well, te Moses, Mózes vagy. You're Moses. Elfelejtetted. Have you forgotten? Te Mózes vagy. You're Moses. Aki 40 éve csak bujkálsz. Who are just wandering for 40 years now. Te Mózes vagy. You're Moses. Aki a magad kezébe vetted a megoldást és agyon csapszál egy egyiptomit. Who took solution into your hands and you killed an Egyptian. Isten valami ilyet mondott? This is what God told him? No. Mózes megkérdezte, ki vagyok én? Moses asked, who am I? És Istennek ez volt a válasza. And the answer of God was, akkor fogod megtudni, hogy ki vagy te. You will know who you are. Hogyha tudod azt, when hogy ki vagyok én. Who I am. És azt mondta Isten and erre God a kérdésre, to this question, hogy ki vagyok én. To who I am. Bizony én veled vagyok. He told him, surely I am with you. Mózes, ez a te neved. Moses, this is your name. Az én nevem. My name. Bizony az Úr velem van. Surely the Lord is with me. És ez mindannyiunk neve. And this is all of our names. Arra a kérdésre, hogy kik vagyunk to mi. To the question who we are. Én az vagyok, I am, akinek Isten azt mondta, a person that God told bizony én to, veled vagyok. That surely I am with you. És jó ez, nem? Tudnom, ki vagyok. And it's good, isn't az vagyok, it? Aki el az Úr van. I can know that I am the person with whom the Lord is. Úgyhogy Isten azt mondta, nevem az, hogy vagyok. So God said, my name is I am. És ez egy folyamatos, állandó jelenben van. And this is in a continual and constant present. Én vagyok a számodra mindaz, amire szükséged van. For you everything that you need. Én vagyok, aki vagyok. Who I am. A számodra az, amire szükséged van. For I am everything for you that you need. És ez 2 Mózes 3-ban találod. És a 15. versben azt mondja Isten. You can find it in Exodus 3 and in verse 15 God says. Ez az én nevem mind örökké. This is my name forever. És így szólítsatok. So call me this way. Úgyhogy Isten. So God, a mi számunkra is, even for us, az a valaki, aki velünk van, is the one who is with us, és mindig, amire szükségünk van, and always what we need, mindaz a számunkra. He is everything to us. És így gondolkodunk Istenről. And this is the way we think about God. És Isten azt mondja, and God says, én vagyok a számodra. I am for you. Én vagyok a I számodra. I am for you. A szerető atyád. I am your loving father. Én vagyok a számodra, I am for a minden kegyelem Istene. The God of all grace. De én vagyok a számodra, a seregek ura, but I am for you, the Lord aki megvédelmezlek téged minden bajban. And I protect you in all of your troubles. Én vagyok a számodra az, aki minden hatalom menjen és a földön. I am the one who has all power in heaven és and earth. És veled vagyok a világ végezetéig minden napon. And I shall be with you till the end of the earth every day. Én vagyok a számodra a jó pásztor. I am the good shepherd for you. Aki terelgetlek téged. And I am védelmezlek you. Téged. I'm protecting you. Én vagyok a számodra az út. I am the way for you, the only way. Én vagyok a számodra az igazság. I am the truth for you. Én vagyok a számodra az örök élet. I am life eternal for you. Én vagyok a számodra a gyógyulás. I am healing for you. Én vagyok a számodra a szabadulás. And I am redemption for you. Én vagyok a jövőd. Deliverance. I am your future. Én vagyok a számodra a vár. Aki megvédelmez. I am the strong tower for én vagyok you, a számodra kőszikla, amire építheted az életedet. I am the rock for you where you can build your life on and it will never be moved. Én vagyok a számodra a bölcsesség. I'm wisdom aki for szavakat you, adok a szádba, amire and, szükséged van. And I give you words in your mouth that you need. Én vagyok a számodra a parakletosz. I am the paraclete for you. A vigasztaló. The comforter. Mert néha szükséged van vigasztalásra. Because at times you need comfort. Azt hiszem ebben nagyon közösség vagyunk. And I think we azt have this in common. We can admit it. Hogy mindannyiunknak szükségünk van időnként vigasztalásra. Comfort at times. És nem jó, hogy így mutatkozik be Isten? And isn't it good? Hogy én vagyok a számodra minden vigasztalás Istenem. That God introduces himself saying that I am the God of all comfort téged, for you, who lift you up. Felsegítelek téged. Who help you up. Bátorítalak. Hey, menj tovább. You. Hey, go on. Állj fel. Just stand up.
Hey, melletted hey, vagyok. Hey, I'm next to you. Szeretlek I'm beside téged. You and I love you. Soha el nem hagylak. And I will never leave you. És aztán azt mondja, hogy and then he says, hogy ő a minden vigasztalás Istenem minden nyomorúságunkban. That he is the God of all comfort in all of our trouble. Minden helyzetben. In every situation. A szó a görögben, the Greek word itt a nyomorúságnál. For trouble. Ez jelenti ezt is. It also means minden this, bajodban. But in all of your trouble. Minden helyzetben, amikor nyomás alatt in vagy. Every situation when you are under pressure. Amikor ilyen szorításban vagy. When you are in a tight place. Amikor szorongattatva vagy. When you are amikor pressed. Megpróbáltatásokban vagy. When you are in trials. Mennyi bajunkban van velünk Isten? In how many of our troubles God is with mennyi us? Mennyi bajunkban vigasztal meg bennünket? In how many of our problems he comforts us? Minden bajunkban. In all of our troubles. Ő a minden vigasztalásnak az He's Istene. The God of all comfort. És ezt jó tudnom. And it's good for me to know that. Jó, így kell nem. It's good to get up Isten like that. Isten velem van ma. That God is with me today. És nem vagyok soha elhagyva. And I'm never left alone. Nem vagyok soha magamra hagyva. I'm never left alone. Ó, elfelejtkezett Isten róla. Oh, God has forgotten about me. This can never happen. Én minden nyomorúságomban. Because in all my tribulation. 1 Korintus 10:13. He's there. In 1 Corinthians 10:13. Azt mondja, hűséges az Isten. Says that God is faithful. És nem enged nagyobb próbát az életünkben, mint amit kibírunk és ami az erőt ad. And he will never allow a greater trial into our lives than what we can bear and that he gives strength to bear. Sőt, és azt mondja, hogy sőt a próbával együtt a kimenekülést is megadja. And he says here that with the temptation also he makes a way to escape. Isten hűséges. So God is faithful. És soha nem ad nagyobb próbát. And he never gives us a greater trial, mint amit elbírok viselni. Than what we can bear. És ő adja hozzá az erőt is. And he gives the strength to De amikor ad egy próbát, but when he gives a trial, akkor ő mindig gondoskodik egy megmenekülésről then is a próbából. Also provides for a way of escape, an exit. És azt hiszem, ez így közös bennünk. And I think this is common in us. Az egyik közös az, hogy vannak bajaink. One thing that's in common is that we have troubles. Hogy vannak próbáink. That we have trials. És ez lehet nagyon sokféle. And it can be manifold. És nem tudom, hogy itt ebben a teremben mennyi baj van. And I don't know how much trouble there is in this room lehet, now. Ez lehet, hogy kicsit így most nehéz. Maybe it's a little de van hard. Valami más. But there's something ami else. Ami szintén közös bennünk. Which is also in common. És az pedig nagyszerű. And it's amazing. Azt hiszem, van sok betegség. There are many sicknesses. Azt mondja valahol az ige. Somewhere the scripture says. Sok baja van az igaznak. That the righteous has many trouble. Tudja valaki folytatni? Can you de valamennyiből kimenti őt az Úr. But the Lord saves him out of all. Talán jobb lenne most azt mondanom. Maybe it would be better for me to say az igazaknak nincs semmi bajuk. Let the righteous have no trouble. De a Biblia nem ezt mondja. But this is not what the Bible és says. Mi is tudjuk az életünkben. And we also know that in our lives. Sok baja van az igaznak. That the righteous has many troubles. De van valami, ami a jó hír. But there is a good az, news. Az, hogy valamennyiből kimenti őt az Úr. That God will save us out of all. És az, hogy igazak vagyunk, nem az az áldás itt a földön, hogy nincs bajunk. And for us who are righteous, nincs the blessing nyomás. Here on the earth is not that nincs we don't have any problems, that there's no pressure, there's no trial. De az ördög azt mondja, ha igazán igaz lennél, nem lenne bajod. The devil says, if you would be truly righteous, you wouldn't have any problems, but that's not de true. A Biblia azt mondja, lehet, hogy sok bajunk van. Because the Bible says that we may have a lot of trouble, de valamennyiből but out of them all, kimenekülést Isten. God gives us a way of escape. Valamennyiből kiment bennünket. Out of them all, he saves us. Minden nehézségünkben ott van Isten. And in all of our difficulties, God is there. Úgyhogy egészen más. So it's something totally different. Nézni a bajainkra. As we look at our troubles. Mikor tudom, hogy az univerzum teremtője, az én szerető atyám velem van, ott van velem, egy hajam szála nem görbülhet meg a tudta nélkül. When I know that the creator of the universe, my loving father, he is there with me and not even a hair on my head can be fallen out with his knowledge, without his knowledge. És lehet ott betegség. And there may be sickness, anyagi problémák, a financial trouble, gazdasági válság hatásai, the effects of the economical crisis, és
Egyébként csak ezt látom, hogy lehet a szegény vagyok, az a bajom. And what I see is that maybe if I'm poor, this is my problem. És voltam ezen a helyen. And I have been at this place. És aztán, ha gazdag vagyok, but then when I'm rich, akkor lehet az a bajom. This can also be my trouble. Úgyhogy önmagában a körülmények. So circumstances in themselves. Nem sokat jelentenek. They don't mean a lot. Nem túl sokat jelentenek. They don't mean too much. Az igazán sokat jelent az, hogy ott van-e Isten. What means a lot whether God is there or not. Lehet magány. It can be loneliness. Vagy éppen a házasság a problémám. Or marriage can be my problem. Lehet, hogy megbántott valaki. Or maybe somebody offended me. Nem értenek meg, nem értékelnek. Or people don't understand me, they don't appreciate me. Krízis. There's a crisis. Úgy érzem, sikertelen vagyok. I feel I'm not successful. Problémák a szolgálatomban. There are problems in my ministry. Aztán van egy igazán nagy bajom. And then I have a real big nekem trouble. Legalábbis. For at least I have. Ez az egy régi bűnös természet. And it's my old sin nature. És ha teremben van valaki, akinek még ez megvan. And if there's anyone here who still possesses mondod, it. Igen, ez az én legnagyobb bajom. Then you may say that yes, this is my greatest ez problem. Ez az én sok bajomnak a forrása. This is the source of the many troubles De Isten I have. Velem van. But God is with me. Ki fog engem menekíteni ebből? And he will save me Adott out of it. Adott nekem egy kiáratot ebből. And God gave me a way of escape from it. Bátorítom. He's my comforter, my encourager. Úgyhogy hála Istennek ezért, so hogy van egy közös God for that. There's something lehet, in common in us. Van, that we may have a lot of trouble. De van egy másik közös bennünk. But there's something else in common azt with us. Azt szerető Istenünk az and minden vigasztalásnak a forrása. Is the source minden of all comfort helyzetünkben, in all of our situation, in all of our trouble. És jó tudnom ezt. And it's good for nem me to kerülhetek know. Olyan helyzetbe, amiről ő ne tudna. That I cannot get into a situation that he wouldn't nem know about. Olyan helyzetbe, I cannot ahol get ő into ne a situation mellé. Where he wouldn't stand beside me. Nem kerülhetek olyan helyzetbe, and I cannot get ő into ne a situation erőt, for which he wouldn't give me strength. Amihez ő ne rendelne egy kijáratot. And he wouldn't give me a way out. És nem kerülhetek olyan helyzetbe, Róma 8:28 szerint. Romans 8:28. I cannot get into a situation. Amit Isten ne tudna és ne használna fel arra, hogy a javamat szolgálja. Which God couldn't and wouldn't use for my good. Hogy azon keresztül építsen engem, bátorítson engem. So that he would edify me, encourage me through that. Úgyhogy itt egy másik pont. So here's another point. Hogy minden nehézségünknek, nyomorúságunknak van célja. That there's a purpose in all our trouble and trial and difficulty. Nem vagyunk az ördög játékszerei. We are not just toys nem for the devil. Játékszerei. We are not toys nem for our circumstances or toys for nem vagyunk a kormányunk economical crisis or the toys of our government. Mert mi Istené vagyunk. Because we are gods. Istené minden helyzetben. We are gods in all of our situations. És van itt 12 pont, ami ne ijedjetek meg, gyorsan végig fogok rajta menni. There are 12 points here and don't be afraid, it's gonna be quick. Csak elmondja ezeket. And this portion here shares this with us. Hogy a mi nehézségeinknek. That our difficulties. Milyen céljai vannak. What purposes they have. A negyedik versben csak ezt látjuk. Verse 4 we see. Amikor egy nehézségben vagyunk. That when we are in a tribulation. Akkor ez szolgál felénk egy olyan módon. That it ministers to us in such a way. Hogy Istenhez menjünk. That we, it would take us to God. Hogy közel húzódjunk that hozzá. That we would draw near to him. Azt hiszem, mindannyian voltunk már így, nem? I think it happened to all of us. Egy nehézség. That there was a trial, a difficulty. Ami a tornyosult előttünk. Which was before us. Ez közel vitt bennünket Istenhez. And it took us close to God. Néha szükségünk van, Isten megállítson egy nehézséggel. At times we need that God would stop us with a difficulty. Különben menetelünk. Otherwise we are just marching on. Én vagyok a Jani, aki minden helyzetet ismer már, keresztül ment, Jani, who knows all situations, megold. He went through every situation and he knows how to deal with them and solve them. At times God has to put a mountain in front mondom, of me. Uram, and I say, jövök. Lord, I come to you. Uram, vigasztal meg. Lord, comfort me. Uram, bátoríts. Lord, encourage me. Közel húzódunk Istenhez. And we draw near to God. Ez pedig jó dolog, nem? And it's a good thing, Istenhez isn't it? Istenhez közel húzódni. To draw near to ha him. Valamire, akkor erre van leginkább szükség. This is what we need the most. Oda menjünk Istenhez. To go to God. Átöleljük őt. And to embrace him. Or he embraces us. Aztán az 5.-7. versben. And then verses 5-7. Arról beszél itt. He says. Amikor nehézségeken megyünk keresztül. That when we go through difficulties. Akkor ezek tanítanak bennünket. And these teach us. Hogy egymáshoz menjünk. To go to each other. Egymáshoz is közel húzódjunk. To draw near to each other as well. A
Amikor keresztül megyünk egy nehézségen, when we go through a difficulty, akkor tanuljuk az együttérzést. Then we learn to biztos voltál már így. Sympathize, and I'm sure it happened to you. Egy testvérünk egy nehézségen ment keresztül. That a brother went through a difficulty. Egészen más a megértés, egészen más a vigasztalás. And the understanding, the comfort is totally different. Amikor Isten is keresztül vitt már téged is azon. When God has already taken you through that same situation. És van egy sokkal mélyebben megértő szív. And you can understand him in your heart much deeper. És a vigasztalásnak van egy mélysége. And your consolation has a depth. Ahol még nem jártam, azt nem tudom, hogy milyen. Where I haven't been yet, I don't know what it is like. És ez különböző Krisztus testében. And it can be different in the body of Christ. 18 éves voltam, amikor édesanyám meghalt. I was 18 when my mom died. 2 évvel ezelőtt édesapám halt meg. 2 years ago my dad died. Tudom, mit jelent elveszíteni a szülőt. I know what it means to lose your parents. És csak azt mondom, Uram. And I just say, Lord. Nem tudom, miért így van. I don't know why it's like that. De ők a te kezedben vannak. But they are in your hands. Nem tudom, találkozni fogok velük. I'm gonna meet them. De valamit tanultam. But I've learned something. Hogy mit jelent ez? And I learned what it means. És csak használj engem. And just use me. Hogy hasonló helyzetbe levő embereknek tudjak én is vigasztaló lenni. That I could also comfort people who are in similar és situations. And then we could go on with listing that. Ez a másik, amit tanít a nehézség. So this is the other thing that difficulty teaches us. És közel húzódjunk. That we would go to each other, that we would draw near to each other, that we would comfort each other. A 8. versben. And then verse 8. Azt mondja, hogy hordozzuk egymásnak a terhét. It says that we would bear each other's burdens. És tudnunk kell egymásról. And we have to know about each other. Azt mondom, jó megosztanunk egymással néha a terheinket. And it's good to share our burdens with each other at times. És lehet arra gondolok, hogy de ezt csak Istennel kell megosztanom. And I may think that I only need to de share this azt, with Isten, God, but I believe that God akar rajtunk keresztül vigasztalni másokat. Wants to comfort others through us. És azt mondja Isten, and God is saying, hogy én akarom nektek megtanítani azt, I want to teach you, hogy ti egy testként that as one body, sírjatok a sírókkal, you would cry with those who cry, örüljetek az örülőkkel, and you would rejoice with those who rejoice. És van egy közösségünk ebben. And we have a fellowship in that. Talán tegnap volt, hogy hatalmas szatyrokat cipeltem. Maybe yesterday it happened that I was carrying big a bags from the shop going home. És oda jött két gyerekem. And then two of my children úgy éreztem, came to hogy leszakad a kezem. I just felt my hands are just apa, torn off. Átvehetek egy szatyrot. And then they asked, Dad, can I carry one of those bags? Ez nem nagy dolog, nem? It's not a big thing. De igazán olyan jól esett. But it felt so good. Olyan jól esett, amikor átvették. It felt so good when they took those. És olyan jól esik. And it feels so good. Amikor egymás terhét hordozzuk. When we are carrying each amikor other's burden. Amikor osztozunk egymás nehézségeivel. When we share in each other's difficulties. Csak lehet egy telefon. It may be a phone egy bátorítás. Call, an encouragement. Melletted vagyok. That I'm beside you. És hordozni akarom veled együtt. And I want to carry it together with you. Aztán a 9. versben. Then verse 9. Hogy azt mondja, ne ebben az életben, ne ebben a világban reménykedjünk. Says that we wouldn't hope, we wouldn't trust in this life, in this world. Amikor nehézségek vesznek körül. When we are surrounded akkor by igazán azt hiszem, ezek megtanítanak bennünket erre. Then they teach mert us a régi this. Bűnös természet miatt, csak nagyon is olyanok vagyunk. Because of the old sin nature, we are very much like this. Hogy ebben a világban keressük az otthonunkat. That we are looking for our home in this world. Ez a világ nem az otthonunk. But this world is van not nekünk our egy jobb home. Otthonunk. We have a better home. Mi is vagyunk. We are just vándorok vagyunk, ugye? Passing through. Csak ideiglenesen vagyunk itt. We are just a journeying. De várjuk azt a királyságot, but we are ami az igazi otthonunk. Waiting for the kingdom which úgyhogy is our real home. Nem ide gyökerezünk bele. So we are not rooted here. Mikor nagyon komfortos az életem, then my life is very comfortable, akkor azt hiszem ez az otthonom. Then I believe this aztán is my Isten home. Ad egy nehézséget. And then God gives me a difficulty. És azt mondom, nem ez az and otthonom. And then I say, well, this is not és my home. Baj forrása. This is the source de of a lot of trouble. Másik, but másik I have hazám. A different home. Aztán a 9. versben még and csak then ezt in verse látjuk. 9 we see, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem Istenben. That we wouldn't trust ourselves but God. Úgyhogy Isten tanít ezeken keresztül. So God is teaching us through these. Hogy ő benne kapaszkodjunk. That we would hold on to him. Aztán a 10. versben. And then in verse 10. Hogy ekkora halálos veszedelemből megszabadított minket. Who delivered us from so great a death. A nehézségek.
amikor keresztül megyünk, when we go through them, akkor adnak bizonyságot nekünk. Then they give us a testimony. Isten keresztül vitt. But God took me through. Csak el szeretném neked is mondani. I just want to tell it to you as well, that God is faithful. Van egy bizonyságom Istenről. I have a testimony of him. Megtapasztaltam az életemben. I experienced him in my life. Azt, hogy ő hűséges hozzám. That he is faithful to me. Ez az én bizonyságom. This is my testimony. Ez velem történt meg. This happened to me. Ezt nem csak hallottam, vagy olvastam valahol. It's not something I heard or I read somewhere. But I'd like to encourage you. Van egy bizonyságom. Szükség. Van arra, hogy megosszunk bizonyságokat and egymással. We need to share our testimonies with hiszem, with amikor each other. Isten keresztül visz egy ilyen helyzeten, and I believe when God takes you through this situation, he doesn't do it only for yourself, but megoszd másokkal. So that you would nem share csak téged akar építeni. He doesn't only want to edify you, hiszem, hogy ezen keresztül másokat is körülöttünk. He also wants to edify others around us. És aztán a következő talán a hetedik, and then növekedjen the next one, maybe the seventh, that our faith would grow. Azt mondja, hogy megszabadított minket, és meg is fog bennünket szabadítani. That he delivered us, and he will deliver us. Akkor keresztül megyek egy helyzetem, when I go through a situation, és Isten adott egy bizonyságot. And God gave me a testimony. És aztán egy újabbon keresztül and megyünk, then I és go egy újabbon. Another one and another one. Akkor valóban csak ez érik meg bennünk. And then this is ripening in us. Aki eddig megsegített bennünket. That the one who helped us so far, az meg fog segíteni bennünket ezután is. Will also help us. Aki elhozott future, bennünket eddig. The one who's taken us so far, az el fog bennünket vinni a célig. Carry us till the aki end. Elkezdte bennünk a munkát. The one who started the work in az us, be is fogja fejezni. Will also finish it. Úgyhogy amikor keresztül megyünk ezeken, so when we go akkor csak növekszik things, a bizalmunk, then a hitünk trust, Istenben. Grows, ő meg fog bennünket that he's going segíteni. To help us. Ő mellettünk fog lenni. He's gonna be beside us. Aztán a 8., a 11. versben. Verse 11. Mivel ti is a segítségünkre vagytok az értünk mondott könyörgéssel. He also helping together by prayer for us. Amikor nehézségen megyünk keresztül, when we go through a difficulty, akkor ez tanít bennünket. Then this teaches us. Arra, hogy imádkozzunk, könyörögjünk egymásért. To intercede for each other. És aztán ennek a következménye. And then as a result of it. Az, hogy kiárad a hálaadás Isten felé. Thanksgiving to God is abounding. Azt mondja itt, hogy sokan sokféleképpen mondjanak értünk hálaadást. It says that many would give thanks for us in many ways. Úgyhogy annyira szükségünk van. So we need it so much. Egymásra az imában. We need each other so much in prayer. A bátorításban. Encouragement. Egyedül olyan kevés vagyok. Because alone I'm so little. És Isten adott társakat. But God gave us. Isten adott testvéreket. Helpers, brothers, sisters. Isten adott gyülekezetet. And he gave us a church. Akik hordoznak. Who carry bátorítanak, us, encourage us. Imádkoznak pray érten. For us. És azt mondom, Uram, köszönöm. And I say, thank you, Lord. Olyan hálás vagyok. I'm so thankful for that. Olyan hálás vagyok a testvéreimért. I'm so thankful for my brothers olyan hálás and sisters. Vagyok az ő bizonyságaimért. I'm so thankful for their testimonies. Aztán befejezésül. And then in closing. A 12. versben. Verse 12. Csak elmond itt három dolgot, amit még elvégez bennünk, amikor nehézségeken megyünk keresztül. He shares three other things that he works in us when we go through difficulties. Megszentel bennünket. One is that he sanctifies us. Csak azt jelenti, odaszálljuk magunkat Istennek. Which means that we give ourselves up to God. Aztán megtisztít bennünket. And then he cleanses us. A megtisztít, ez ahogy metszik a szőlőt, a növényeket, a fákat. As the vine is cut, megtisztítják. The trees, that they are cleansed. Ezt teszi Isten is sokszor. This is what God does to azért metsz meg times. Dolgokat az életünkben. This is the reason why he cut, prunes. Amiért igazán a metszés van. Us. This is the reason for hogy it. Szebb, so it would be és több gyümölcsöt teremjünk. Better, more beautiful and that we, it would bear more fruit. Célját, so when we understand Istennek, the purpose of God, akkor csak látjuk azt, hogy ő akar bennünket formálni, jellemet formálni form bennünket. Us, he wants to form our character. És befejezésű bölcsét tesz bennünket. And then he makes us wise. Amikor nem önmagunkban bízunk, azt mondja a 12. versben, hanem Isten kegyelmében bízunk. In verse 12 it says that we don't trust ourselves but the grace of God. Úgyhogy amikor megértjük azt, so when we understand hogy ki Isten a számunkra, who God is for us,
Isten, megértjük azt, hogy minden bajunkban mellettünk van. That in all our troubles he is there with us. És amikor megértjük, hogy a nehézségeinknek, a bajainknak célja van Istennek velünk. And we understand that God has a purpose with our troubles and difficulties. Akkor ezek a nehézségek. Then these difficulties. Ezek nem a keserűségnek a forrásai lesznek. They won't be a source of bitterness in us. Hanem az áldásnak a forrása. But a source of blessing. Hát valójában megtörténhet ez. Because it can happen. Hogy amikor bajokban vagyunk. That when we are in trouble. És aztán minden ilyen baj és nehézség feltesz egy kérdést. Hogy elérje Isten a célját velük. Can God reach his purpose with them? Istenhez megyünk-e? Do we go to God? Vagy a keserűségünkben megyünk. Or do we go to bitterness? Hálát adunk-e Istennek? Do we give thanks to God? Vagy csak panaszkodunk. Or we're just complaining. Egymáshoz megyünk-e? Do we go to each other? Vagy csak elhúzódunk or egymástól? Or we just withdraw from each other? Úgyhogy mindig, amikor nehézségben so vagyunk. So every time when we are in difficulty. Akkor igazán ott van ez a két lehetőség. Then we have these two choices. Az Isten szerinti célja. The divine purpose of it that we spoke about. Próbálja használni. And then the devil also hogy valami tries to ellentétes legyen. So that it would be something contrary. Pont, hogy elhúzódjunk Istentől. That we would withdraw from God. Megtörténhet egy hívővel a nehézségek hatására. To a believer in difficulties. Elhúzódok Istentől. That I withdraw from God. Ó, csalódtam benne. Oh, I was disappointed at him. Oh, this is not what I expected. Elhúzódok a testvéreimtől. I draw away from my brethren. És nem növekszek a hitemben. And I don't grow in my faith. Valaki másban bízok, I és nem Istenben. I trust in someone else and not in God. Saul egyszer problémája volt, és az endori halott idézőhöz ment, és nem Saul Istenhez. Had a problem and he went és megyek valami pót megoldásokhoz. Which in anger and not to God. And we try to come up with some other solutions. De nem ez Isten célja az életünkben. But this is not the purpose of God in our lives. Úgyhogy csak hála so, neki érte. Thanks be to him for that. Hogy dolgozik. That he's at work. Szent Szellem által. By the Holy Spirit. És csak akarja a helyzeteinket használni. And he wants to use our situations. Minden helyzetet. All of our situations. Hogy az áldásnak a helye legyen. That it would be a place ahol of blessing. Ahol jobban megismerjük őt. Where we get to know him better. Ahol közel húzódunk. Where we draw close ahol imádkozunk. To him, where we pray. Ahol benne bízunk. Where we trust him. Ahol neki adunk hálát. Where we give thanks to him. Ahol jobban megértjük azt, hogy mennyire szükségünk van őre és egymásra. Where we understand our need for him and ahol for a büszke each szívem more, összetörik. When our proud heart breaks. Ahol nem tudom magam megoldani. Oh, I cannot deal with it alone. De van Istenem. But I have a God. És ő ki a számomra? And who is he for me? Ő az én szerető atyám. He is my loving father. Ő a minden vigasztalás Istenem. He is the God of all comfort. Ő az, aki mindig velem van. He is the one who's with me all the aki time. Aki azt mondta Mózesnek. The one who told Moses. És ez az ő neve mindörökké. And this is his name forever. És így szólítsátok őt. And azt call mondja, him by this name. Bizony én veled he vagyok. Said, surely I am with you. Jézus nem így búcsúzott el tőlünk. Wasn't this the way Jesus said goodbye bizony to them? Én veletek surely vagyok. I am with a világ végezetéig. Till the end of the world. Napon. Every day. És nekem adatot minden and all power is given unto me. Imádkozzunk. So let's pray. Atyán, köszönjük neked. Father, thank you. Hogy te így jelentetted ki magadat nekünk. That this is the way you revealed yourself to us. Bizony én veletek vagyok. Surely I am with you. Szeretnénk ezt neked ma reggel megköszönni. And Lord, we would like to thank you for this this morning. Hogy te that you velünk vagy. Are with us. És mindig a szükségünk szerint szolgálsz felénk. And you always minister to us according to our needs. És mindig az vagy a számunkra. And you're always for us. Amire nekünk szükségünk van. What we need. És soha nem hagysz el minket. And you never leave us. És te vagy minden vigasztalásnak a forrása. You are the source of all comfort. Te vagy, aki bátorítasz bennünket. You are the one who encourages us. Te nélküled nem is tudunk élni. Without you we cannot live, Lord. De nálad öröm van. But there is joy with you. Helyreállás van. And restoration. Nálad kegyelem van. There is grace with you, Lord. Nálad békesség van. There is peace. Egy olyan békesség, amit a világ nem tud such adni. Such a peace that the world can never give to us. De te benned megtaláltuk. But in you we have found it. Köszönjük neked. Thank you, Lord. Mit tudnánk neked mondani mást ma reggel? What else could we tell you this morning? Hogy köszönjük neked. Then thank you. Hálásak vagyunk. We are thankful, Lord. Köszönjük mindent. Thank you for everything.
mindent az életünkben. For everything in our lives. Semmi nem véletlen. There is nothing there which would be by accident, and we are never forgotten. Soha nem fordítasz hátat nekünk. You never turn your back on us. Csak azért, mert egyszer hátat fordítottál a te fiadnak, Jézusnak. Because once you turned your back on your son, Jesus. Köszönjük neked ezt. Thank you, Lord, for this. Az ő nevében. In his name. Amen. Amen.